Ez egy műlegyezős horgászbot. Jelen pillanatban pontra próbálunk meghorgászni. A műlegyezéssel is próbálunk arra, hogy milyen vízben milyen halak vannak, és célzottan azokat próbáljuk megfogni. Jelen pillanatban most pontra próbálunk rá. Bajzát Zoltán gyermekkora óta horgászik, 5 éve műlegyes technikával. Ő is örül a horgász szövetségek fejlődésének, illetve a különböző új lehetőségeknek. Abban bízik, hogy ezzel népszerűsítik ezt a sportágat a fiatalok körében. Ez népszerűsíti a horgászatot, mivel hogy ingyenesen tudnak vizsga lehetőséghez jutni a horgászok. Ez talán egy kis kedvet is ad hozzá ahhoz, hogy hivatalos okmányaik legyenek a horgászathoz. Vagy pedig van még egy régi tapasztalat, amikor 14 éves korig a gyerekek csak gyerekhorgászjeggyel horgászhattak, és itt úgy tapasztaltuk meg, hogy elérték a 14 éves kort, és sokan abba hagyták a horgászatot. Lehet, hogy a pénzbeni határok megszabták, hogy tovább menjenek, és ez talán egy kicsit biztatóan hat rájuk is. Az Agrártárca évente átlagosan 200 millió forinttal támogatta 2015 és 2018 között a Magyarországos Horgász Szövetséget. Kiemelten fontos feladatuk a minőségi horgásztatási és horgászturisztikai szolgáltatások megteremtése, valamint azok hálózatos szervezet üzemeltetése is. Ennek érdekében vezették be az ingyenes horgászvizsgát, amely már 10 éves kortól elérhető, illetve lehetővé vált, hogy egyes vizeken akár 3 bottal is horgászhassanak. Mindezek mellett ide sorolható a horgászokmányok állami díjainak a MOHOZ-hoz kerülése is, amelyet a szövetség közvetlenül a horgászok javára a horgászturizmus fejlesztésébe forgat vissza. A szövetség feladata kiterjed a horgászszervezetek működésének korszerűsítésére, illetve kiemelten az állami tulajdonban lévő vízterületek halgazdálkodásának fejlesztésére, valamint a szövetségi programok finanszírozására. A horgászszervezetek pályázhatnak többek között az utánpótlás nevelés és oktatás, a sport, a halőri eszközbeszerzés és flotta fenntartás támogatására is, írja az MTI.